Ez már itt a plusz, és hogy mennyire, azt mindjárt meglátják. Básti Juli, Rudolf Péter és Puskás Tamás a vendégeink. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csak a főnöknek nincs kosúdia, hogyha most már ideje lenne. Hűha! Mindig elkerülte, hogy megsimogassák a buksimat. Reméljük, sikerül. A Centrál Színház igazgatója és annak a darabnak a rendezője, amiről igazából beszélünk, tehát sok mindenről beszélhetünk persze emellett, és nem félünk a farkastól, ez a klasszikus darabnak a címe. Azt olvastam, de szerintem Sándor Ezsi írta, aki a sajtóját intézett Centrál Színháznak, hogy benneteket nem lehetett, hogy ne találjon meg ez a szerep. Vannak ilyen szerepek, amik úgy jönnek szembe, hogy előbb-utóbb az mindenképpen játssza az ember? Mint a kamion. Hát, csak nem, abban nagy baj tud lenni. Péter. Különböző élethelyzetekben, különböző vágyak persze mozgatják az ember, de én szerintem, hogy a Julit ismerem, és én magam is így látom, nekem nem voltak soha szerep álmaim, én mindig előadásokban és kapcsolatokban hiszek, hogy vannak emberek, akikkel örömmel dolgozom együtt, de ez valóban egy ikonikus darab. Tehát, hogy azt elmondhatom magamról, hogy én a Julival ezt eljátszottam, most azért nyilván a cél, hogy ezt aztán hosszan menjen és zokogjanak és sírjanak, de bizonyos értelemben függetlenül attól, hogy tehát ennyire sznob vagyok, hogy igen, én nagyon örülök, hogy ezt a szerepet eljátszottam, és szerencsésnek tartom magam, hogy ez a helyzet önmagában azt a tényt, hogy ez a helyzet létrejött. Ez egy bravúr darab? Határozottan, én mindig a Paganinit szoktam emlegetni. Mindenesetre az biztos, hogy a 20. század emblematikus darabjait emlegetjük, akkor az Ügynök halála, Godóra várva, Dühöngő ifjúság, és biztosan felsorakozik a Nem félünk a farkastól is. Egyébként pont 50 éve forgatták az 5 Oscar-díjat elnyert filmet belőle. Amivel kapcsolatban viszont az Olbi megjegyezte, és akkor ezt most arra, hogy sírnak meg zokognak. Tehát, hogy az Olmi megjegyezte, hogy ő nagyon szereti a filmet, és minden értékét elismeri, de egy kicsit az a hiányérzete, hogy ő egy sokkal viccesebb darabot írt. Úgyhogy nekünk nagyon fontos, nagyon komoly ambíciónk. Tehát ő azt remélt, hogy ezen röhögni fog a publikum? Olyan, mint a Csehov. Ez a sírva vigadunk? Olyan, mint a Csehov. A Csehov is mindig azt mondta, hogy ez a Stanislavski, ez az őrült Stanislavski, mit csinál az ő darabjaival, ő vígjátékokat írt. Át is adom a szót, tessék. Hát a George az a nagyon jó humorú ember, ugyanis. Tehát nagyon erősen szarkasztikus humora van, és nagyon-nagyon speciális életlátása, és egyáltalán nem egy ilyen nagyon drámai. És a felesége tud még nevetni az ő humorán? Részben imádják egymást, igen. Ez a lényege az egész darabnak, hogy úgy ölik egymást, hogy közben zsák a foltja. Tehát nagyon-nagyon szeretik, iszonyú erős kapocs van közöttük, pontosan amiatt, hogy nincsen gyerekük, pontosan amiatt, hogy nem hagyták el egymást azért, hogy nem lett gyerekük. Kikerülhetett. Tehát ez a se veled, se nélküled, ilyen nagyon egyszerűen lefordítva. És a nőnek is fantasztikus stílusa van, és nagyon összeillőek. És pontosan ezért nagyon fájdalmas látni azt, hogy miért ölik egymást, és miért teszik tönkre egymás pillanatait és az életüket. Ugye valaki a filmet se látta, meg a darabot se látta eddig annyit, hogy megérkezik egy fiatal pár, gyakorlatilag váratlanul a házaspárhoz, és ez felszínre hoz a helyzet maga, rengeteg olyan konfliktust, ami él ebben a párban, legfeljebb nem üvöltik egymás felé folyamatosan, hanem úgy mélyen nyugszik. Voltatok olyan élethelyzetben, ami ilyenkor felidézhető? Tehát, hogy most végre elmondom, most megkapod. Hát azért összeadjuk itt, egy ilyen 50 év kijön kettőnk, szóval ugye mindenki érti. A házasságokból szerint. Hogy ne tudna az ember sok-sok mindent az emberük, ha nem tudnánk róla, az nagy baj lenne. Hát nyilván végigfutottunk sok mindent az életünkben már ahhoz, hogy ezeket a fajta játszmákat, én messzire dobtam az Emberi játszmák című könyvet, azért mert nagyon irritált engem, hogy ennyire leírható az ember. Uh-huh. Az összes cselekedetem sorolható, betugható egy kis fiókba, az engem nagyon zavar, de végül is sajnos azért dobtam el, mert valószínűleg így van. És ezeket a játszmákat mi játszuk minden nap, férfinő viszonyban, alárendelt főnök viszonyban, ez folyamatosan erről szól az életünk, és azért elképesztő ez a darab, mert ők ezeket a játszmákat valóban játszmaként is játszhat. Tehát ez a két ember mennyire összetartozik, én nagyon szerettem volna elmondani aztán akkor, hogy ez a két ember annyira összetartozik ezek a játszmák kapcsán is, hogyha megkérdeznék egy mondanom, hogy miről szól,
a darab. Én nagyon furcsa, nyilván a sok gyilkolás és személyiséggyilkosság után azt mondanám, hogy a szerelemről. Mert amit ők végigcsinálnak, és hogy a végén mégis felsétálnak azon a kopott lépcsőn, ahogy George már az elején ezt elmondja, az mégiscsak arról szól, hogy történhet bármi, ez a két ember összetartozik. Egyúttal azt is elmondtad ezzel, hogy hát azért végül is ez egy pozitív végkicsengésű darab a sok-sok lelki gyilkon túl, ami ebben a darabban történik. Neked milyen? Rendezné másik rendezőt meg a feleségedet, tehát azért ez így egy cifra mulatságnak látszik. Hát igen, igen, hát szeretni kell ezt. Tehát, hogy, hát én úgy fogalmaztam ezt, hogy ezt próbálom megőrizni. Nem én vagyok, ugye? Ez. Próbálom őket a riadalmaktól megóvni, és próbálom rávezetni őket minden akadályra, hogy ez volt a legfőbb ambícióm. Egyébként furcsa, mert a film tanúsága szerint is, meg a darabot is lehet fiatalabbként, egyébként 35 éves volt a Mike Nichols is, meg 35 éves volt az Olbi is, amikor írta ezt a darabot, de hogy így fiatalabban nézve, valóban ők a közepén vannak valaminek, vagy lehet úgy olvasni, hogy a közepén vannak valaminek, és mind a kettő csodálatosan tehetséges és kreatív ember, de egy olyan világban élnek, ahol nem tudják megélni ezeket a teremtő energiáikat, és ezek így egymás ellen fordítják őket. De nekünk, akik így a 60-as közelben... már köztük például? De pont ezt akartam mondani, hogy nekünk, hogy szerintem jó csillagzat alatt vettük kézbe ezt a darabot, mert mi így a 60 felé közeledek, nem pont erről szól. Sokkal inkább szól arról, hogy az ember előtt kinyílt az utolsó kapu, és az utolsó lejtőtől meghőkölve, megriadva, mert hogy az öregedéssel és a halállal néz szemben. Nekünk sokkal inkább erről szól. Tehát az ambíciónk az, hogy őszintén a saját korosztályunk szavával szóljunk róla. Önjátszók? Művészeid? Tehát, hát a legnagyobb tehetség férfi és női színészek. Várják, hogy mi legyen, vagy megmutatják, hogy képzelik? Ez nem így hangzik. Amit ők mutatnak meg, amit ők találnak, azok mindig... Júlia, most rácsodálkozik, amit mondanak. Vigyázz. Mondják, tessék. Nem, hát persze, minden helyzetet kipróbálunk úgy is, ahogy mi szeretnénk, és akkor úgy is, ahogy ő. És válogatunk. Tehát ez így normális egyébként. Március 5-én mutatjátok be, hát még addig van idő, tehát nyilván kész nincsen. Ilyenkor jön az abszem, gondolom, hogy kész kéne lenni valahogy. Azzal megvagytok, hogy a karakterek kicsodák, micsodák? Tehát az már így két héttel a premier előtt megvan, hogy megvan a figura? Nem. Nem. Vannak pontok, amiből föl lehet fűzni, de az biztos, hogy minden nap találok újabb és újabb vonást, újabb és újabb érzelmet, újabb és újabb kapaszkodót, hogy jobban megismerjem. Én nagyon remélem, hogy mire a premierig eljutunk, azért már jócskán ismerni fogom ezt a nőt. De az is természetes, hogy minden szerep érik, és vannak 10 éve játszott darabok, amikben most újból és újból, mit tudom én, eszembe jut egy mondat, hogy mondjuk ezt jelenti. Tehát remélem azért készen leszünk. De ezeket a változásokat, amik lezajlanak belül, ezeket megosztjátok egymással ilyenkor? Tehát az jutott eszembe, hogy tehát arra lennék én kíváncsi, hogy formálódik. Hát végül is azért ez egész este rólatok szól, meg még egy másik párról, akiket említsünk meg, Schmidt Zoltán és Ágoston Katalin a játszótársaitok. Tehát ti vagytok a középpontban, nektek kell vinni végig. Hát figyelünk egymásra, és mindenki mindent mond. Rosszat kérdeztem? Nem, egyáltalán. Csak ebben ugyanúgy benne van, milyen nehéz beszélni, és nem is nagyon tud az ember, én például ennyit sosem szoktam dadogni, mint amikor magára a színészetről beszélgetek, mert pont az a kettőség, hogy a tudatosság és az ösztön egyszerre működik, mikor, hogy azt nem tudom. Uh-huh. Hogy van, amire rendezőként föl kell, hogy hívja a figyelmet a rendező, hogy ez itt most milyen jó, hogy ezt így csináltad, és ezt tartsd meg. Van, hogy teljesen fölösleges szólni, mert csak megbolygatsz valami érzékeny dolgot. És hogyha mi figyelünk egymásra, akkor nem kell egy bejelentést tenni a változásról, hanem mert észreveszed a másikon, és ezek van, ami koncepcionális kérdés, van, ami egyszerűen csak egy újabb mazsoló kerül a kalácsba szerencsés esetén. A kalácsban nyilván nem mehetünk át rakott krumpliba, tehát nyilván ezen a rendszeren belül, amik megszületnek, azokat örömmel bezsebeli az ember. Én néha nem is szeretem sem magam, sem más figyelmét arra, hogy megszületett az új, mert akkor néha elveszik a bája, és egyszer csak legközelebb már nem úgy.
Azt mondják, ez egy nagyon jó szöveg, könnyű rendezni a jó szövegű előadást, vagy ugyanannyi baj van egy rendező számára mindenféleképpen vele? Nem, ez egy, ezt nem, általában nem tudom megválaszolni, ez egy nagyon-nagyon nehéz szöveg, nagyon nehéz kotta, nagyon kell hozzá, hogy két olyan hangszeres művésszel dolgozzon az ember, és négyel, akik ezt le tudják játszani, és állandóan újra és újra érzem annak a biztonságát, hogy ó, hát persze, hát ő neki ez megy, ez a hajlítás, meg ez a piccikától, meg ez tudja, hogy hogy kell szívből. Szerintem mindenképpen nagyon jó csillagzat alatt vagyunk, tehát ők is megérkeztek így egyszerre a színházhoz, megöregedtek ehhez, ott van a Schmidt Zoli és az Ágoston Kati, a közönségünk is megérett arra, eleget dolgoztak együtt ahhoz már az elmúlt években, hogy ismerősként üdvözlők. Igen. Én azért Julira az előző mondatod esetében visszanéztem, hogy megöregedtek ehhez. 5-én, március 5-én lesz a premier a Centrál Színházban. Szerintem, hogy ők megérkeztek, ti megérkeztek, a nézők is mennek. Egy mondatot engedjetek meg, gratulálok a legjobb női főszereplő díjához, amit végre egy film szerepért megkapott. Nagyon, nagyon régóta nem láttunk filmet, úgyhogy ideje volt, és köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm.